transporti kereszteződéshez. Ja, addig csak menjenek, aztán majd ott leszünk. A transport vágatna, megyünk. A balinkai az mi? A balinkai az mi? Hadragi volt mi, 260 méter. Mennyi? 260. Hát de a balinkai az még mélyebb. A jókai. Most már mehet. Tisztelettel köszöntöm Önöket Ajkáról, Árminbányáról, a föld felszíne alól 70 méterről. A művészet, ugye a fotoművészet a zárójelbe tett egyetemesség. A fotoművészet a maga néma elszigeteltségében, zárkózott teljességében az élet igazságát és egységét őrzi. Nem keres szavakat, hiszen hallgatása éppen arra a névtelenre utal, ami a nyelvben kimondatlanul marad. Ennyiben a nyelv kiegészítője és maga is nyelvi jelenség, éppen ezért, mert lényege szerint ki akarja vonni magát a magyarázó szavak köréből. Éppen ezért teljesen anakronisztikus, hogy most itt állunk. Én megpróbálom szavakba önteni mindazt, amit nem én követtem el, nem tudom mikor, miért, kiért vagy bármiért történt a dolog. Csak azt tudom, hogy a kép szellemi oldala az emlék, a nosztalgia, a visszavonhatatlanul elveszett esemény, a pillanatnyi idő minden pillanatban túlhaladott halála, fizikai oldala viszont az a hely, amelyen megállva erőfeszítést teszünk az elkövetkező dolgok a jövő felé, az a tér, amelyben az események testet öltenek, mint ilyen elkülönített hely, nem része sem az anyagi, sem a gondolati világnak. De mindkettő felé nyitva áll, így tehát nem kép más. Autonóm egy és önmaga alkotója, és megismételhetetlen. A pillanatnyiságból kiragadott, átszellemített pillanatnyiság, mely attól a pillanattól örökérvényű. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem Önöket, hunyják le szemeiket, és amikor a képeket nézik, tegyék meg ezt többször. Úgy, mint ahogy tennék ezt rohanó világunk eseményeit látva, de nem teszik, mert tovább kell lépni, rohanni kell, mert hát ha lemaradnak, vagy lemaradunk valamiről. Hétköznapjainkban engedjük meghalni a pillanatot, hogy aztán állandóan sóvárogjunk utána, vagy elmegyünk mellette, pedig segíthetnénk, formálhatnánk, támasztathatnánk, vagy együtt szíthatnánk, csodálkozhatnánk. Igen, ma minden embernek helyre kell állítani a látását, a látás helyreállítása pedig a szem lehúnyásával veszi kezdetét. Aztán kinyitjuk, s nicsak egy fiatal fotós képeit látjuk. Manapság egyre több művész ismeri föl, hogy elegendő egy vagy néhány motívum, amely mint aranyszál a szövetben képes a teljes hímzés dús mintázatát megmutatni. A kortárs irányzatok többsége befelé igyekszik a részletbe, a megélt személyesbe, és egyre kevesebb a meldöngető, önmagára mutogató akarás, az értem és a helyettem szenvedő gesztus, a világ kezd normális lenni, minden maga akar lenni, a festmény festmény, a grafika grafika, a fotó fotó. Ma olyan fotókat láthatunk itt, amelyek mellett hétköznap sem nagyon megyünk el. Tudjuk, hogy létezik ilyen világ, embert próbáló, az ember örök harcát még ma is kikényszerítő világ az elemekkel, a természet kincseivel. Ifjú Sebe István ezt a világot fedezte fel önmaga az önök számára. Kár, hogy nem lehetnek itt velünk, a purgatóriumba, ahol a víz, a metán, az omlás, a mindennapi félelem atmoszférája barázdásra árkolta a 30-40 éves emberek arcát, és ebből az önök számára csak a pillanat képei adhatnak valamiféle eligazodást. Na most megállok, mert nem tudom, hol van tovább, jó? Lekapcsolod, aztán majd összevágod, jó? Persze, hogy összevágod.
Addig bemutatom a bányászokat. Bár mondjuk látni, be lehet egyébként kapcsolni a lámpát. Nyugodtan, mert az csak segít. Ez jó. Egy kicsit be. Mondhatom? Vagy vedd végig egy kicsit őket most, jó? Ó, föl lesznek ők még véve. De mehet tovább, akkor eszem. Az, hogy ki milyen interpretációs modellt választ, milyen értelmezési hálót dob a világ jelenségére, egy egyéni hajlam irányultság kérdése. Seve István nem tesz egyebet, mint olyan vizuális értelmezési hálót vet a világra, amelyet igaznak hisz. Ez az igazság helyhez és időhöz kötött dokumentum tény, amely a 21. század elején kemény kritikai érzékenységgel átszellemisített, normálisnak vélt világunk groteszk képe is lehet. Fotóesszéket látunk, néhány év kitartó munkáját, bányákban és kohóban. Emberi sorsok, s ha jól megnézik mindenhol, az ember a fontos, az ember, aki elhitte, hogy az kell nekünk, aki az éjjeli szekrénykéje fiókjában néhány évtizeddel ezelőtt esténként még megnézheti Stahanovista kitüntetéseit, munkaérdemrendjeit, közben a végét járja, hol gyorsítva az, hol megadással tűrve. Ők nem kiáltanak, ők csak dolgoztak és dolgoznak. Eddig mindent átéltek, amit lehetett. Ők azt hiszik, hogy ez volt a sorsuk, ez volt a sorsukban, vagy ez a sorsukban megírva van, és így szépek. Szépek, mert az igazságnak a műben és műként való léte a szépség. Sebe sorozatai folytonosságukban válnak lényegessé, annak ellenére, hogy magukban is lezártak, értelmesek és kifejezőek, mint egy film egy-egy kockája. Bennük nyilvánvalóvá válhat az, ami a valóságban nem feltétlenül kell annak lennie, kérdéseire, kételyre itt keresi a választ, de a választ nem ő találja ki, ő nekünk és helyettünk megnyomja a gombot. Köszönöm a figyelmet. Kész, konyec filma. Okay. Nem volt olyan borzasztó? Akkor lejövök többször mesélni. És akkor a plakát az kint lesz, és lesz fotóalbum, azokat elhozom, a megnyitő időpont is lesz, és tudom, hogy hiába mondom, hogy jöjjenek-e várpot, az... De én azon leszek... Messze, de messze is van, de én nagyon szeretném, hogyha... Ajkára is el fog kerülni. Minél több bányászot lenne, mert én igazából annak örülnék, hogyha ők látnák elsősorban ezeket a képeket, és nem akarom itt... hogy ilyen szentimentális legyek, de hát most sokan mondták, hogyha persze lejöttél fényképezni, aztán úgyse látunk soha többet. Dorogon Ádám ezzel csesztette. És most kipakátoltam nekik ott a lámpakamrát, úgyhogy látják magukat, meg kitettem egy listát, hogy ki melyik képből mennyit, mekkora méretben kér, ugyanezt meg fogom csinálni itt a kiállítás után. És akkor aki szerepel a képen, vagy nem szerepel, tök mindegy, fölírja a nevét, és oda teszi, meg lesznek számozva a képek, hogy melyik melyik kép az, és akkor ahhoz be lehet jelölni, hogy ki melyikből kér, és fogom hozni. Tehát én nem tartozom azok közé, aki persze hozom, aztán úgyse jövök többet, nem érdekel senki. Mert terveim szerint, hogyha már az igazgató dologon engedélyezte, hogy egy dokumentumfilmet készítünk majd a bányászatról, és akkor ez elhúzódik, amíg Magyarországon működik a bányászat. A Városi Múzeum Ajkára. Nem? Persze. Nem, ott is lesz. Ott is szeretnék. Persze. Lesz, hát jön Ajkára is. Persze. Lesz ennek helye. Jó, köszönjük szépen. Munka mehet. Jó? De az át kell venni kaparon. Átmegyünk a kaparon, csak én ezt lekaparom magam. Csabai, várjál! A mitől ijedjek meg? Hát én többször voltam. Nem mindegy. Hát egyet a hazai. Az ki a hagyat? Akarsz fölvenni valamit? Itt vagyok. Akarsz fölvenni valamit? De ott egy ember magáról azt is lehet. Itt van az maga. Persze. Thank you.
vegye. Mi nem lehet? Istenem. És mi lett a másik akkumulátor? Ez az egy kamera van. Nem a kamera, az akkumulátor. Mi? Az akkumulátorra mi lehet? Hát ezt nem tudtak adni helyet. Tehát egyre volt pénzünk. Hát hogy milyen drága egy akkumulátor? Mi mennyi? Hát 10 000 forint. Vedd le a sisakot, de most lehet, hogy vesz. Jó izzadtam, baszki. Üzenj a családnak. Üzen, mit üzenjek? Mindjárt megyek. Meg az Annának is üzenj. Annál nem üzenek az Annának. Na, ezt levetítem neki, hogy nem üzensz neki, biztos, hogy karakszik. A dokumentumfilm bánya van, milyen jó lesz, majd dolog. Csak ahhoz kell technika, csezd meg. Hát, beadtunk egy pályázatot a Magyar Televízióhoz. Csak benne. Bum. Egyek kifelére, menti látod, hogy arra biztos lefogja. Meg. És te engem veszel? Persze. Kapcsúr le van, ezt a mondom. Te is mondj valamit a művészet, meg ő is művészet, hogy kapcsúr csak ezt a mondom. Azt is el lehet mondani, mert a kiállítás. Azt mondtuk a Sas Lacinak, hogy nem szígyük a bányát. Hát miért már le 200 ezer ér, meg 300 ezer? Tudjuk azt mondani. Ezzel el lehet venni úgy, hogy bárhogy be van szorulva, bárhogy be van ékelődve, ez a vitla, ez kihúzza.
ez nem tréfál. Vagy elszakad a kötél, vagy kihúzza. Egy 7,5 kW-os motor van rajta, a motor az nem túl nagy, a teljesítmény az jó, a forgása lassú. Megmutattam neked? Nem, ismerem, látom már, vagy láttam már, hogy működik. Ez nagyon lassan megy. Viszont amit elkezd húzni, annak jönni kell. Mert akkor senged. De mi nem. Működtetője, nézd csak, hangod meg hangja. Hallod a hangja, milyen lassan megy? Ez ilyen lassan megy. Viszont amit húz, azt elhúzza. De is értünk a pontra. Ez az egyes. Itt már előre van dolgozva, nyilván azért van előre dolgozva, hogy a maró már kiférjen. Igen. Ezek itt a pajzsok. Ez meg itt a kaparó, egy PF2-es kaparó, 90 kW-os motor van rajta. Nem szólunk be, hogy jövünk? Szólhatunk, van itt hangos. Végig van hangos a fronton egyébként. Csak nehogy elinduljon. Elindul, nézve leszünk, ha elindul, mert hang és fényjelzés. Elismeri, küldheti a fát, ezt kérdezi a Tibi. Hát most... Halló, Laci. Mondja. Figyelj, itt vagyunk a kollégák. Most dolgoznak valamit a Jenőjék, beszélj a Jenőben, a helyén. Nem, jó nekem, gyalog megyünk. Jó, hát ez jó. Laci, figyeld át, szólj a balok, hogy többen így beszélnek most. Nem. Jó. Ez a pont roppant hosszú, hogyha te... Hát most az előbb még 30 perc a telefben. Is ilyen helyen, Balogyos, akkor megállapítanak, hogy ez a dolog hosszú. Például onnan lehet tudni, például ez most ki van takarítva. Ez az átnyomó henger, ez. Igen. Egy darab. Azt tolja előre. Ezt tolja előre, ezt az egész ezt kócerál. A bölcsőt, vagy ezt a bölcsőt, ezzel a lánccal, ezzel a kócerája. És oda akkor utána meg maga után húzza az egészet. Igen, igen, amikor ez már előre megy, akkor ez a pajzs jön utána. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Ez így megy előre, ez meg így jön utána. Na most vannak problémák. Vannak lehetnek problémák. Például, hogy elől ez így nem fér el. Vannak olyan problémák. Hát akkor ezt most lefele kell engedni. Például, hogy nem fér el, az Istenem nem fér el. Hát akkor mindig lejjebb kell engedni, és majd elfér. Na, egy ilyen omlott be majdnem rám egy telefon. Viszont ha mindig lejjebb engedek, akkor utána már nem fog elférni a maró. Ez volt ennyi egy... volt. Fúj, hát nem akarja, miért? Ez a maró kábelnek a fordulója. Innentől jön vissza a maró kábel, hogyha lemegy a maró, elegész a transportig, utána meg visszafelé. Itt gyakorlatilag nem lenne rögzítve, ha lemon, és nem tudok el. Egy kábel van megoldva az egész. Ebben ez a védője neki, látod? Ez úgy hívják, hogy dregdi. Ebben van benne a víz, meg a működtető, meg a maró kábel. Jó sikerült a fáma felvétel. Igen, sikerült. Csinálj Zoltánra egy felvételt, mint már rók ezen. Nem, hát a múltkorban itt tartunk. Hol van, hát nem is fog megfilmatva. A izéről kell csinálni, a felügyeletekről már az nincs kiváló bánya, azt tudod? Hát ez fogadik. Na, itt állt még.
Most lehet már, most talán minden, egy bizonyos ide. Ez aztán. És könnyen közvetlenül. Igen, és könnyen. De majd itt azért szeretnék itt lenni, amikor majd elindítják meg. Hogy megy, akarod látni? Hát majd, amikor elkezdődik. Gyere ide, nem jön. Mennyi idő múlva indul el? Nem, várjuk meg, ne indítsuk el azért, amikor igaziból megy, azt. Jó, jó. Meg majd a lepkéket is majd fogják behúzni, hogy amikor leomlik a... Ha akarod, akkor igen. Ha tulajdonképpen kitenni ki lehet. Hát ide, abból baj nem lehet. Persze. Jó. De nem. Igazából ennek nincs akarnája. Jó. A tudod, hogy nem jó, már hiába indítja, már világban való, de kaparul meg az. De miért nem megy? Meglátja egy bánya, azt mondja, mi a transz, az megy az a való, mikor a kaparul nem megy. Hát ha Breno ezt meglátja, akkor tudja, hogy nem úgy van. Várjál, megkérdezik. A bányászúságban, hogy a főtében volt a kaparó. Fordulva volt már az újságban a kép. Az a fa volt fölül. Melyik? Meg alul. Egy régi ilyen bányászúságban. Meg volt fordítva a kép? Igen, a 88-89-ban az egyik bányászúságban volt. Kéne csinálni egy csapót. Nincs egy darab lécitú, amely valami. Anélkül a csapottat sem. Mert ha még ráfér a kazettára, azt a két lapátos vedd le, légy szíves. Mikor kurva a lapátónak, majd akkor. Már azt mondták, hogy a tűzlapátot már nem használják a bányába, hát majd megmutatjuk, hogy még használják. De még használni fogja a 10 év múlva is. Kell szétrontani az egészet. Azt kell vezd el, most kint a... Menj arra ki aztán. Csak elálljak innen, rossz én vagyok? Ennek a lévüttőre bár tudod tenni? Fogjon valamányit, üsd be, fáj szíve! De akadát el! Jó, nem vagy te vasúlytunk. Az sem fogja. Ez a biztos.
Thank you.
Jó, mert utána nem mehet valami mehetre. Na, amíg veszed, addig én nem veszem a tablát. Egész jó az a lámpa, mi a kamera? Hát azt mondom, csak nyugodtan. Volt ez olyan eszed? Emelkedőnek, főfelel, sokkal előtt szóval sietni. Amikor innentől lefelé elégtek a kábelok. Amik voltak, így elégtek. Aztán ki lettek cserélve. Hát mert mi olyan? Akarsz nézni? Itt a fúrja mögött benézhetsz. Be. Jelent, hogy fog fel. Hát nem tudom. Csak annyi úgy össze van tőle. Na, de benézhetsz meg. Itt volt valami kellett tűz. Igen? Ide be, ezt felveszem, jó? Jó. A fejed fölött. Ez ebben a hajó, az semmi bajod nem. Ja, nem azért, csak nem fér be. Belélegzésénél ez a vérmérgezés. A dioxid. Melyik volt lent? Ott lent volt a dioxid vagy a monoxid? Ott. Abba tigas nem volt. Ott lent. Ott a dioxid gyűlemlik. Az, amit az ember ki... Igen, amit az ember kilélegzik. Ez egy dioxid. Amikor az embernek légszomja van, azért szokták azt csinálni, az orvosokkal hallottam, hogy zacskót húznak, amikor az ember... Azt majdnem. Hívják ilyen hiperventilálásra. Ez egy ráteszik a nyakára a zacskót, ha nincsen más kéznél, és akkor azt lélegeztetik vissza, érted, hogy visszaálljon a rendes vérkezünk és meg minden oxigén áll.
nagyon nehéz dolgokat. Ja, hova nézzek? Már nem szeretnék bele kukkerolni. Ja. Feri, muszáj. Jó, de nézzem a tévét. Hát végig is most van-e? Ajkai bánya diszpécsere vagyok, Ármin bányáról. Szeretném, hogyha megnéznék a bányai képeket, fekete-fehérben. Ez végig is jó. De mondhatunk más listát. Na, még egyszer megismételjük. Például lehetne olyat, hogy... Milyen képek ezek egyébként? Ezek a bányáról készült. Igen, de munkaközben... De csak annyit kéne mondani, hogy meg lehet... meg lehet nézni tekinteni a képeket. Kérem, tekintsék meg, akkor jobb így, nem? Vagy így szépen mondjam? Nem, meg lehet nézni a képeket, vagy tekintsék. Jó. Na ennyi takás, mert nem látod, hogy szerepelek? Lököttem vett a filmezzel? Gyere, üljhetsz ide. Köszönöm a tévét, de megtudod a tévére. Jó, egyszer, nem gond. Na, még egyszer el is vizeljük. Jó. Várjál. Másra. Azt mondtuk. Haló. Kösz, szia. Jó hétvégét, neked is. Na. Akkor le. Várj egy kicsit. A piros az akkor megy, nem? Vagy zöldné? Nem, piros nem lehet. Egyszer. Várj egy kicsit, már ott gondolkodják. Elkibottam viccesen, jókedvűen. Persze. Ajkáról, Ármin bányáról vagyok, diszpécser. Szeretném, ha megnéznék ezeket a képeket. Kitűnő.